Kedves nézőink, mi úgy vagyunk vele, hogy az év legutolsó hetében is nagyon fontos dolog az, amit a velünk élő történelem blog sorozatunkban tartalomról tartalomra megbeszélünk önökkel úgy, hogy igazán a triatlon egyik szaktekintélye tart nekünk rendszeresen előadást arról, hogy mi is volt a háttere a trianoni békediktátumnak. Most is ezt fogjuk tenni, remélve, hogy az új évben már újabb erővel fogjuk az aláírásokat gyűjteni. Úgyhogy mindenek előtt nagy-nagy szeretettel köszöntöm Bottyán Zoltánt, a Magyarok Világszövetségének elnök helyettesét, és nagy szeretettel köszöntöm Böröc Attilát, a budapesti aláírásgyűjtés főszervezőjét. És ahogy ezt szoktuk, megkérem Zoltánt, hogy folytassuk ott, ahol abba hagytuk. A mai beszélgetéshez néhány színes történetet választottam ki. A Trianon mindenképpen a legdrámaibb a magyar nemzet 20. századi, 21. még most is tartó 21. századi életében, de itt is vannak olyan színes epizódok, amelyek aláhúzzák mind a magyar szenvedéstörténet drámaiságát, mind pedig azoknak a mesterkedéseit, akik döntöttek és ítélkeztek felettünk, illetve azokét is, akik végrehajtották ezeket az ítéleteket. Legutóbb már beszéltem arról, hogy Kosta István külön könyvet szentelt Mária Román királynő Párizs és londoni küldetésének. Nos, ebben a könyvében nagyon érdekes ponton ragadja meg az 1919. április 16-án indult nagy román és szövetséges offenzívának a történetét. Elmeséli, hogy április 6-ától 16-áig Bukarestben haditanács volt. Első alkalommal, tehát 6-án ültek össze, jelen volt a román király, jelen volt a miniszterelnök megbízott helyettese, jelen volt a vezérkar főnöke, jelen volt Bertoló tábornok, aki az Antant nevében vezeti a román csapatokat, és haditanácskozást tartanak. Elhatározzák, hogy azonnal megindítják a támadást a magyar hadsereg ellen. Igen ám, de ezt jelenteni kell, jelentik is Párizsba, Clemenceau megkapja ezt a döntést, és tanácskozik a másik három nagyjal, azok azonban nem lelkesednek az ötletért. Ezért Clemenceau leállítja ezt. 10-én újra összeülnek, és itt értesül arról a román haditanács, hogy a legfelsőbb döntés az, hogy nem mehet tovább a támadás. A román haditanácsot azonban nem olyan fából faragták, hogy lemondja ezt a már elhatározott lépést, és már az egész román hadsereg fel van ajzva, készül erre a támadásra, és úgy döntenek, hogy a clemenceau-i üzenet ellenére is elindítják a támadást. Egy nappal később megérkezik újra François Despérés, aki főnöke annak a Bertolónak, aki a román csapatok élén is áll, meghallgatja, úgy tűnik, hogy igyekszik szembeszállni vele, leállítani ezt a kezdeményezést, de nem sikerül. Ezt onnan tudjuk, hogy 13-án levelet ír Clemenceau-nak kérve, hogy Párizsból igyekezzenek leállítani a románokat. Végül is tudjuk, hogy nem állt le ez a támadás, hanem április 16-án elindulnak a román hadak. Na most nagyon érdekes, hogy mi történik tehát közben Párizsban. Mária Román királynő éppen ebben az időben tartózkodik ott, sőt, most már az ott tartózkodásának a vége felé közeledik, és nagyon érdekes, március 5-én indult, most április 16-a az utolsó nap, amikor ő még Párizsban van, és ez az a nap, amikor a román hadsereg támadása megindul. A két utolsó napot nagyon érdekes látogatásokkal tölti, mindjárt a legfontosabb az, hogy 10-én, tehát azon a napon, amikor szerették volna először leállítani a román támadást, Wilson és felesége látogatja meg
korán reggel már 9:30, mert az egész napja annyira zsúfolt, és már a délelőtt folyamán kezdődik a konferencia, ahol ő neki fontos szerepe van. Másnap, és ez a különös, másnap a királynő viszonozza ezt a látogatást, elég rámenősen beszél rá Wilsont, hogy hát, hogyha ő nem jön ebédelni, akkor ő elmegy hozzá ebédelni, és visz mindjárt kíséretet is. Ez a beszélgetés azért érdekes, mert Wilsont mindenképpen meg akarja győzni arról, hogy fogadja Bratianót. Most már tudjuk, hogy miért, hiszen égetően fontos a román hadsereg számára, hogy pozitív döntés szülessen. Az történik, hogy két nap múlva, 14-én Bratianót valóban fogadja Wilson, de hogy miről beszélnek, az sem mellékes, nem sokáig, néhány percig, mindössze annyira, hogy közli Bratianóval, hogy az első és legfontosabb dolog, hogy a romániai zsidóknak kedvezzen a román törvény, ismerje el az állampolgárságukat, és egyenrangú polgárokként kezelje. Mi történik? Bratianó azonnal odahívja az egyik munkatársát, törvényt diktálok, és Perekidénnek, aki az ő megbízott helyettese Bukarestben, hiszen Bratianó miniszterelnök, Perekide végrehajtja az ő utasításait, üzeni itt azonnal helyből a törvényt, amit meg kell szavaztatni. Mi történik még ezen kívül? Az történik, hogy Clemenceau bejelentés nélkül és teljesen váratlanul felmegy a román királynőhöz, aki éppen már a toalettjét készíti, hiszen készül Paderewski lengyel zongoraművészhez, aki ebben a pillanatban már miniszterelnök is, ebédre. Nem lehet tudni, hogy mi történt, egy azonban biztos, ezután Clemenceau és annak a királynőnél történt látogatása után Clemenceau táviratot küld, hogy mégis mehet a román támadás. Ez tehát az a háttér, ami mutatja, hogy milyen hétköznapi eseményeken múlik egy-egy ilyen döntés, ami számunkra a legsősebb tragédiát jelenti, hiszen ez a támadás egészen Nyugat-Magyarországig, Győrig nem fog majd megállni. És Mária román királynőnek a személyes varázsa elég volt ahhoz, hogy ezután a több mint egy hónapos diadalút után, amit Párizsban és Londonban töltött, megkoronázza ezt azzal, hogy nem csak fogadta Wilson is Bratianót, hanem Clemenceau is, ugye teljesítette a román hadvezetésnek ezt az elvárását, és íme ez az a történet, amit szerettem volna elmondani. Hát igen, és mi meg most itt szomorkodunk 2017-ben, keresd a nőt, keresd a véletleneket, ha egyáltalán léteznek. Épp ezért nagyon fontos, hogy önök véleményt nyilvánítsanak. Megkérem Böröc Attilát, hogy meséljen nekünk, van-e változás, vannak-e újabb hírek az aláírásgyűjtésben? Igen, arról tudok beszámolni, hogy egész szépen beindult ez a folyamat. Viszont amit nagyon fontos megemlíteni, az, hogy sajnos a meghatalmazó évek, tehát az aláíró év mellett a második, amit meghatalmazza Bottyá Zoltánt is, még másik két emberrel, hogy a Nemzetközi Bíróság felé vigye ezt az ügyet. Itt hamisítás történt. Előbukkantak ilyen évek sajnos, és nem is csak egyféle dolog, tehát egy lapon belül háromféle hamisítás történt, tehát a logó, ami ugye így néz ki. Igen, nézőink ismerik. Ez egyszerűen letűnt az évről, vagyis lehagyták róla. Aztán, ami még fontosabb, a szövegben is volt egy hamisítás, angol nyelvű szövegben, ami a megtárgyalását kérné ez a rész, holott mi nem megtárgyalását, hanem megsemmisítését szeretnénk elérni. És ami a végén van szintén ennek a szövegnek, az pedig a tanuknak a címét hagyja le, ami már eleve kizárja azt, hogy érvényes legyen ez a dolog. Uh-huh. Hát ez nagyon fontos. Tehát ezért kérjük, aki ezt észreveszi, vagy ilyen ível találkozik,
az a világszövetség felé is jelezze, de ez törvénybe ütköző cselekedet, tehát a rendőrségen is bejelentést tehet ez ügyben. Nagyon szépen köszönöm Böröc Attilának, és ha önök úgy gondolják, akkor a Magyarok Világszövetsége weboldalán színesen kiemelve még egyszer megtekinthetik, hogy hol is vannak az eltérések a hivatalos lap és a hamisított között, és azt hiszem, hogy azzal is nagyon sokat segítenek, ha valóban ilyennel találkoznak és bejelentik, legjobb, ha azt már vissza se adják, hanem szépen elteszik, és elviszik a székházba megmutatni. És én azt hiszem, hogy még van egy pár nap, hogy önök elmenjenek és aláírják, ha mégsem, akkor viszont azt kérjük, hogy de januárban aztán feltétlenül, mi pedig a Magyarok Világszövetsége nevében és előadóink nevében azt hiszem, hogy bátran kívánhatunk boldog új évet önöknek ezzel a kocintással. És fejezzük be úgy ezt az évet, hogy én átadom Bottyán Zoltánnak a szót. Igen, köszönöm szépen. Szeretném megtordani Attilának a tájékoztatását azzal, hogy nagyon kérjük mindazokat, akik aláírás gyűjtöttek, hogy lehetőleg még december folyamán, de legkésőbb január első hetében adják le az éveket, mert szeretnénk egy vonalat húzni, és mindenkit tájékoztatni arról, hogy január első hetével bezárólag pontosan mennyi aláírás is gyűlt össze. Reméljük. Ezen felül szeretnék még egy történettel is bátorítani mindazokat, akik az aláírás gyűjtik. Ma beszéltem dr. Stollár Andrásnéval, akit a nézők ismernek, hiszen első alkalommal ő szerepelt itt az aláírás gyűjtőink közül. Ő az, aki az Asztóriánál gyűjti az aláírásokat. Elmesélte, hogy ahogy ott áll, és várja az aláírásgyűjtőket, egyszer csak hátulról tapsolást hall. Hangos tapsolással közeledik valaki, és mondja, hogy végre Trianon. És odajön, és tört magyarsággal elmondja, hogy milyen fontosnak tartja ezt, benyúl a zsebébe, kinyitja a pénztárcáját, és 5000 forintot letesz, hogy ő ezzel fogja támogatni a trianoni konzultációt. Hát természetesen az aláírásgyűjtő szabadkozik, visszautasítja, hogy ő nem tud itt most számlát adni, nem tudja elfogadni a pénzt. Még egyszer kinyitja a pénztárcát, egy fillér nincs ezen az 5000 forinton kívül. Ő valamikor itt volt szovjet kiskatona, Ecseken, itt tanult meg így magyarul, azóta tudja, hogy mi történt a magyarsággal, úgyhogy ezt a kis történetet azért mondanám el, hogy nem csak magyarok, hanem mindenféle más nemzetben is nagyon sokan vannak azok, akik támogatnak minket, úgyhogy én szeretném azzal zárni, hogy kívánok magyarságunkban megerősítő 2018-at, és kívánom a Nemzeti Konzultáció Trianonról sikerét ebben az évben. Erre iszunk, egészségünkre! Erre.